Sziasztok! Barna Zsombor vagyok, színész, de most itthonról jelentkezem, ugyanis a koronavírus járvány miatt ugye ideiglenesen bezártak a színházak, hát reméljük, hogy minél előbb lecseng ez az egész. És hát az a helyzet, hogy apukám szülei budapestiek, anyukám és zalaegerszegiek, de hát most jelen esetben tulajdonképpen mindegy is, hogy 5 kilométerre vagy 235 kilométerre laknak, hiszen az elkövetkezendő időszakban valószínűleg nem fogunk találkozni személyesen. Viszont, hogy a kapcsolat ez idő alatt is megmaradjon, pár évvel ezelőtt zalaegerszegi nagymamámat megkértem, hogy csináljon nekem egy kézikészítésű szakácskönyvet, és így született meg a Nagymama Mini szakácskönyve, ugyanis rengeteget szoktunk együtt főzőcskézni, és ebből fogtam és megcsináltam a kedvenc receptemet, ami nem más, mint a göcsei fokhagymás sültarja. Az ő instrukcióit követve ezt el is készítettem, és hát remélem minél hamarabb újra együtt tudunk majd főzőcskézni, illetve hát a budapesti nagyszüleim felé is vannak komoly tartozásaim, ugyanis nagypapám óbudai, nagymamám pedig kőbányai születésű, és hát mindkettőjüknek megígértem, hogy majd elmegyek velük egy-egy hosszú sétára a környéken, ahol felnőttek, de hát most ez valószínűleg egy ideig még várat magára, de remélem, hogy ha vége ennek az egésznek, akkor majd ezt tudjuk pótolni. De amíg nem múlik el a járvány, addig a nagyszüleimnek ott van a helye. Mert én vigyázok az idősekre. Légy szíves, vigyázz te is. És jó étvágyat a göcsei fokhagymás sültarjához.